Köszöntöm Önöket, a Pécs TV heti hír összefoglalóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Viták a közgyűlésben, éves utolsó ülését tartottak edden a pécsi képviselőtestület. Elismerés a szabad művészetnek, átadták a Bertók díjat. Elkészült az új tengely, visszakerült a helyére a Tekkei malomkerék. Fontos döntések születtek a pécsi önkormányzat idei utolsó rendes közgyűlésén kedden. A képviselők szavaztak a város költségvetésének módosításáról, a pécsi többcélú agglomerációs társulásról szóló korábbi határozat visszavonásáról, emellett a polgármesteri hivatal idei tevékenységét is megvitatták. Az ülésen először Lovász István jegyző szólalt fel, aki elbúcsúztatta a 42 év után nyugdíjba vonuló dr. Modrovics Sándor aljegyzőt. Ezután lévén a testületi tanácskozás december 6-ára esett, váratlan és kellemes meglepetésként egy Mikulás köszöntötte a teremben ülő képviselőket. Szintén újdonságként szolgált, hogy Bognár Szilvia, Hencsei Zsolt és Topál László képviselők részvételével Tiszta Kezek névvel új frakció alakult a közgyűlésben. Az első komolyabb vitát már mindjárt az első napi rendi pont, azaz a város idei költségvetésének módosítása váltotta ki. Erre többek között az önkormányzat által vállalt feladatok elvárt szinten történő megvalósítása érdekében volt szükség. A költségvetési főösszeg a döntés értelmében 49-ről 74 milliárd forintra emelkedett. Dr. Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakció vezetője élesen bírálta a jelenlegi városvezetés teljesítményét, szembeállítva a 2019 előtti időszak eredményeivel. Felújítottunk egy tucat óvodát és bölcsödét, megnyitottunk egy rendelőintézetet Kertvárosban, amit önök egyébként most szépen módszeresen vernek szét és rombolnak szét, egyre több szakellátást szüntetnek meg benne. Felújítottuk a Lánc utcai rendelőt, a Veres utcai rendelőt. Elmondottuk a magasházat, és a helyén egy családokat kiszolgáló közösségi teret hoztunk létre, és sorolhatnám. Rúzsa Csaba alpolgármester válaszában emlékeztetett egy igen fontos szempontra, jelesül, hogy honnan érkeznek a fejlesztési források. Ma már ugye hallottuk, hogy az állami normatíva, ami feladat ellátása jár Pécsre, azt a kormány adja, de azt is meghallgattuk, hogy a Fidesz épített minden, csak elfelejtette elmondani, hogy az unió pénzéből. Ugye az összes fejlesztési forrás, ami jött a korábbi ciklusban, az úgynevezett területfejlesztési operatív programban jött, azt építettük, kaptuk, csináltuk. Azt nem hallottam, hogy köszönjük szépen, Európai Unió. Az ülés másik igen lényeges és meghatározó döntéseként a testület megszavazta, hogy visszatér a pécsi többcélú agglomerációs társulásba, ahonnan fél éve egy aktuális törvénymódosítás miatt lépett ki. Mivel azóta sikerült tisztázni a korábban nehézségeket okozó pontokat a társulás vezetésével és tagjaival, így bizonyos feltételeken változtatva a város most úgy döntött, tagja marad a szervezetnek. A képviselők határoztak a várakozó helyek üzemeltetéséről és használatáról szóló rendelet módosításáról, így az új jogszabály jobban igazodik a környezetvédelmi előírásokhoz, illetve az adott városrészekben élő lakosok számára kedvezőbb feltételeket biztosít a parkolásra. Az ülés végén a testület elfogadta a polgármesteri hivatal idei működéséről szóló beszámolót is. Rendes közgyűlés legközelebb már csak jövőre, január 24-én lesz, azonban december 14-ére egy rendkívüli közgyűlés összehívása várható. Ünnepi műsor keretében adták át kedden este a Bertók díjat a Kodály Központban. Az elismerést a költő fia és a Jelenkor folyóirat még tavaly alapította azzal a céllal, hogy az ideológiáktól és korlátozásoktól mentes szabad művészetet támogassák. Idén Tóth Krisztira vehette át az 1 millió forinttal járó kitüntetést.
Bertók László költeményei által ikletett videóetűdök és zeneművek is elhangzottak a szerda esti ünnepségen, melyet már második alkalommal tartottak meg a Kodály Központban. A műsorral nem csak a két éve elhunyt költőre emlékeztek, de az esemény keretén belül adták át azt az alkotói díjat is, melyet magáról Bertók Lászlóról neveztek el. Az elismerés alapítói Bertók Attila és a jelenkor irodalmi folyóirat ezzel nem csak a művész emlékét, de morális értékeit, mint egyfajta iránymutatást is szeretnének tovább éltetni. Azt mondanám, hogy akár iránymutató is lehet a továbbiakban, a magyar civil társadalomnak arra nézve, hogy alapítson ilyen díjakat, és önmaga a saját értékei mentén díjazzon alkotókat minél többet, és ezzel megmutatja azt, hogy fontosak ezek az emberek a számukra, hogy fontos az, hogy a magyar nyelvű irodalom az fejlődjön, és a továbbiakban is létrehozza azokat az alkotókat, akiket majd évtizedek múlva is akár a tankönyvekben tanulnak a gyerekek. Autonóm művészete és eredeti poétikája miatt idén Tóth Krisztinának ítélték oda a Bertók díjat, aki Pécshez és a néhai költőhöz is szorosan kötődik. Én tulajdonképpen Pécsre egy kicsit mindig hazajövök, nagyon sok pécsi kötődésem van, és gimnazista koromban Csorba Győző volt az egyik első költő, aki fölkarolt és támogatott, és tanácsokkal látott el, és ez egy közös pont tulajdonképpen Bertók László pályájával, hiszen őt is Csorba Győző győzte meg, hogy maradjon itt, és ne meneküljön el a nagyvárosból. Tóth Krisztina számos verses kötet, regény, valamint gyermek és ifjúsági irodalmi mű megalkotója is, melyekben a nyitottság, a költői szabadság és finom kritikai érzék is hozzájárul művészi értékeihez. Munkásságát az est folyamán a tavalyi díjazott Parti Nagy Lajos méltatta. Turisztikai látványosságot jelent, egyben a pécsiek kedvelt, a Tettyét megközelítő sétaútvonala mellett forog az a malomkerék, amelynek tengelye nyáron eltörött. A Biokom gondoskodott a probléma megoldásáról, az új tengely elkészült, így a kerék visszahelyezése után a látványosság szerdától újra kifogástalanul működik. Ezeket a felvételeket szerdán készítették a Biokom munkatársai arról, hogyan emelik vissza a helyére a tettyei malomkereket. A szerkezetet még a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében újították fel, azonban a tengelye idén nyáron eltörött. A városüzemeltetési cég így a múlt héten elszállította a Verseny utcai telep helyére, majd gondoskodott annak javításáról. A társaságunk egy malomkerekeket gyártó céget bízott meg azzal, hogy orvosolja a problémát. Ők egy teljesen új tengelyt készítettek, melyet a szakemberek be is építettek, és a szerdai nap folyamán egy daruskocsi segítségével visszaemelték a jól megszokott helyére. Hála a szakszerű beavatkozásnak, a látványosság azóta is kifogástalanul működik. Szerda óta tehát már újra forog a malomkerék. A hírnek természetesen örül a terület önkormányzati képviselője P. Horváth Tamás is, aki szerint a malom nem csak a pécsiek számára fontos és már megszokott célpont, hanem az ide látogató turisták is kedvelik. Itt lehet feljutni a gyalog a Tettyére, a csúszdákhoz, a romokhoz, és egyáltalán az egész Havihegyi részhez. Úgyhogy ezt mindenki látja, aki erre jön turista. Stábunkat a Biokom munkatársa arról tájékoztatta, hogy az új tengelyt egy komoly referenciákkal rendelkező cég készítette el, ezért a mostani javítás hosszú távon garantálja, hogy gyönyörködhetünk a működő malomkerék látványában. Százharminc éves a pécsi víziközműszolgáltatás, melyet a Tettye Forrásház rendhagyó módon ünnepelt meg. A társaság születésnapja alkalmából 130 fát ültettek el csütörtökön a jégpálya környékén, csatlakozva ezzel a város település zöldítő programjához. Frissen ültetett gyertyánok, kőrisek, valamint juhar és hársfák is szépítik majd a Veresendre utca környékét. Az új csemeték telepítését csütörtökön a Tettye Forrásház munkatársai végezték, ezzel ünnepelve meg a víziközmű fennállásának 130. évfordulóját. A tettyei vízművet ugyanis 1892-ben első Ferenc József császár és magyar király adta át, mellyel megszülethetett a pécsi modern ivóvízszolgáltatás. A társaság úgy döntött, valamilyen jó üggyel szeretné megünnepelni a jubileumot. A Tettye Forrásház ZRT igazgatóságával, akiknek a tagjai itt voltak és segítettek, gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk csatlakozni a zöld város Pécs kialakításához, és így esett az ötlet arra, hogyha már 130 év és a 130. születésnapunk van, akkor azt fákkal tennénk emlékezetessé.
A Tettyeforrásház ezzel átvállalta a városban kivágott fák pótlásának egy részét, melyek kiválasztásában a Biokom munkatársai segítettek. A zöldítési program keretében a hagyományos lombhullató fafajok mellett örökzöld növények is kikerültek a jégpálya környékére. Egyfajta hagyományt teremteni a városba. Úgy látjuk, hogy nagyon jól viselkednek a déli területekről származó cédrus fajták. Ugye az atlasz cédrus, ami nálunk is rendkívül elterjedt, sokan használják kertépítészeti célokra is. Libanoni cédrus, ami egy ritkább dolog, egy különlegesebb ügy, egy kicsit más ágszerkezettel, tehát más városképi szereppel. Az ünnepi faültetésen Péterfi Attila polgármester, valamint a Biokom és Tettyeforrásház vezetői is részt vettek. Dupla T címet viseli az a támogatási program, amelyet az Emberség erejével alapítvány hirdetett meg a Dél-Dunántúli régióban működő civil szervezetek számára, immár másodszor. Az idei nyertesek a hétfői napon mutatkoztak be a sajtóképviselői számára. A Dupla T című projekt keretében a pályázók adománygyűjtő akciót tervezhetnek és valósíthatnak meg, és a sikeres kampány esetén a befolyt adomány összegét megkétszerezi az Emberség erejével alapítvány. Hétfőn a nyertes civilek közül több szervezet ismertethette meg tevékenységét egymással, így egymástól és az újságíróktól is hasznos tanácsokat kaphattak az adománygyűjtéshez. Nyirati András, az Emberség erejével alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a tavalyi program sikere messze fölülmúlta a kiírók várakozásait. Dupláját sikerült tulajdonképpen a szervezeteknek összegyűjteni, amit beterveztek, és azt is mutatja, hogy a civilek bár ugye mennyi hasznos dolgot csinálnak, és hogy mennyire azt gondoljuk róluk, hogy teljesen elköteleződve az ügy mellett azt hiszik, hogy megváltják a világot, és mégis amikor pénzkérésről van szó, akkor meg úgy tűnik, hogy nem nagyon hiszik el, vagy nem annyira hiszik el, hogy az emberek majd pénzt adnak, és hogy igazából sokkal többen adnak, ha kérnek, mint ahogy előzetesen tervezték. Ehhez a munkához ad segítséget a két lépcsős Dupla T pályázat. Az igénylőknek részletes kampánytervet kell készíteniük, ez alapján történik meg a döntés a nyertesekről. Az Emberség erejével alapítvány nem csak pénzzel, hanem hosszú távon is használható kommunikációs és más tudással szeretné segíteni a civil szervezeteket a Dél-Dunántúl 3 megyéjében. Nyirati András szerint Pécsett az utóbbi években már szívesebben adakoznak az emberek civil célokra. Az emberek is egyre jobban hozzászoknak, hogy látják, hogy adománygyűjtés van, és akkor adakozzanak, mert hogy szerintem ez egy kétoldalú dolog, tehát nem csak a szervezeteknek kell ebben fejlődni, erősödni, hanem az állampolgároknak hozzászokni, hogy bizony nekik is támogatni kell jó kezdeményezéseket. Az alapítvány célja, hogy a pályázati képzés során megszerzett tudás és az így kialakított kapcsolatrendszer hosszú távon is gyümölcsöző legyen a támogatottak számára. A civil szervezetek ezért fél év múlva élménybeszámolót tartanak a tapasztalataikról. Önkénteseket keres az Otthon Segítünk Alapítvány pécsi csapata. A 20 éve működő szervezet a kisgyermekes családokat segíti teendőik elvégzésében, erre pedig egyre nagyobb az igény. A jelentkezőket nem csak Pécsről, de a környékbeli településekről is várják. Egy átlagos nap egy kétgyerekes családnál. Szemmel láthatóan itt is jól jönne a segítség. Az Otthon Segítünk Alapítvány pontosan erre a feladatra vállalkozott, hogy önkénteseikkel abba támogassák a szülőket, amire az adott élethelyzetükből kifolyólag szükségük van. Jelenleg több család is örülne a lehetőségnek, ám egyelőre kevés az önkéntes. A szervezet ezért úgy döntött, felhívást tesz közzé, hogy új csapattagokat toborozzon. Ez úgy zajlik, hogy van egy csapat önkéntes, akit felkészítünk arra, hogy családokat látogasson. Ez nagyon fontos kitétel, hogy felkészítés és szülői tapasztalat nélkül nem lehet senki önkéntes. És a felkészítés után tulajdonképpen ennyi motiváció, hogy kisgyerekes családokhoz mennek, ennyi elég. A gyerekek szerencsére könnyen kapcsolódnak a segítőkhöz, és az önkénteseknek is örömet okoz a gyerekekkel való foglalkozás. Annyira hozzám kötődnek valamitől a gyerekek. Ahogy elmegyek hozzájuk, leülök a földre, ott, ahol ők vannak, nem magasodok fölé, és két nap is elfogadnak. Annyira jó családokat kaptam, hogy úgy mindjárt befogadtak, és azt mondta, nem, hogy én gondoltam, hogy ő választója, és azt mondta, hogy nem, mert én vagyok olyan, hogy úgy nyitott vagyok. Aki szívesen foglalkozna kisgyerekekkel szabad idejében, illetve segítené családjaikat a mindennapi kihívásokban, keresse az Otthon Segítünk Alapítványt a képernyőn látható elérhetőségeken, vagy érdeklődjön a Családok Házában.
Sikeresen zajlott csütörtökön a PTA-ok nyílt napja. Több mint 1000-en látogattak el az intézmény rendezvényére. Az általános orvostudományi kar előadásokkal, interaktív programokkal várta a középiskolásokat. A képzések mellett bemutatkoztak a hallgatói szervezetek is. Tehát most magunk felé indítjuk, ugyanígy ráfogunk a szabad végre, megint jól meghúzzuk. Egy seb összevorrását gyakorolják éppen a középiskolások a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi és gyógyszerésztudományi karának nyílt napján. Ugyan az intézményben 8-szoros szokott lenni a túljelentkezés, a Pécsi Egyetem ennek ellenére is szeretné minél több orvostudomány iránt érdeklődő diák számára bemutatni kínálatát. A résztvevők ezen a napon nem csak a képzésekbe, de az egyetemi élet színfalai mögé is bepillanthattak. Bemutatkoznak az intézeteink, tehát külön anatómiai intézet, mikrobiológiai intézet és számos más intézet interaktív programokkal, tehát kicsit ki lehet próbálni azt, hogy az intézetben miket lehet csinálni, illetve itt vannak a hallgatói szervezetek és egyéb olyan hallgatói szolgáltatások, amikor valaki hallgató fontos és segít. Az eseményre az ország minden tájáról érkeztek középiskolások. Többen közülük az eddig látottak alapján a pécsi intézményt tartják a legszimpatikusabbnak. Megnéztem az összes orvosi egyetemet, és ott Pécs volt az, ami így a legjobban megfogott, meg ott a hallgatókkal is, akikkel beszéltem, ők is a legszimpatikusabbak voltak. Úgyhogy így valószínűleg ez lesz az első, amit be fogok írni. Budapestet annyira nem akartuk, mert mondták, hogy az oda sokan mennek, és igazából ez jobban tetszik, mint a budapesti. A leendő hallgatóknak jelentkezésüket február 15-éig kell leadni. Mint megtudtuk, az általános orvosképzésre a jövő évben 230, gyógyszerész szakra 100, valamint a fogorvosképzésre 55 fő felvételét tervezi a Pécsi Tudományegyetem. Új premierrel várta a közönséget múlt hétvégén a Pécsi Nemzeti Színház, ahol Molnár Ferenc egyik nagy sikerű darabját mutatták be. A romantikával és humorral átitatott vígjáték a 20-as évek József városába repíti a nézőket, igazi könnyed kikapcsolódást ígérve. Egy megrögzött aglegény és egy szerelmes cselédlány fondorlatos történetét meséli el a Pécsi Nemzeti Színház legújabb darabja, Molnár Ferenc Üvegcipő című művének legfőbb erényét, a gördülékeny cselekmény, az irónia és az emberi sorsok szövevényes összefonódása adja. Halasi Imre rendezésében így egy hagyományos és korhű, de mégis igényes produkcióra számíthatnak a nézők. Molnár Ferenchez érdemes tradicionális módon hozzányúlni, mert minden egyéb ilyen úgynevezett külső beavatkozást levet magáról. Ez már számtalanszor kipróbálták más színházi alkotók. De ez nem azt jelenti, hogy hagyja az ember csak úgy ömleni az eseményeket, hanem természetesen igyekszik azokat a lélektani vagy személyes konfliktusok által létrehozott szituációkat alaposan körbejárni. A darab egyik főszerepét Lipit Zsolt alakítja, aki reméli, nem csak az előadásban megjelenő korszak lesz csábító több néző számára, hanem maga a történet is sokakat szólít majd meg. Egy szenvedélyes szerelmi történet, szívbe markoló, némi humor is található benne, mint hogy az életünk során a párkapcsolatokban szintúgy, úgyhogy biztos vagy benne, hogy lesznek emberek, akik nagyon sokan, akik tudnak azonosulni ezzel a dologgal, hiszen szerelmesek mindannyian voltunk. A cselédlány szerepébe Kovács Pankát láthatjuk, akit eddig leginkább a tévé képernyőjéről ismerhetett a közönség, most viszont a nagy színpadon is kamatoztathatta tehetségét. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, mert ez meg egy olyan szerep, amit meg egy olyan nagy feladat, és egy olyan jó feladat, amit így nagyon vártam, és nagyon megszerettem volna csinálni, és egyébként teljesen más élmény, mint egy forgatás. Molnár Ferenc három felvonásos vígjátéka a színészek bravúros játékával fűszerezve egész est és önfelett szórakozást kínál a nézők számára. Táncos télapó párbaj tartottak kedden a nevelési központ aulájában. A barátságos megmérettetés keretein belül pécsi break csoportok léptek fel, és mutatták meg egymásnak tudásukat, valamint bemutatkozási lehetőséget kaptak azok a fiatalok is, akik bár kezdőként, de annál lelkesebben űzik ezt a mozgásformát. Látványos elemek, akrobatikus mozdulatok. Kedden Mikulás napja alkalmából minden a breakről szólt a nevelési központ aulájában.
A programot a Badirak Pécsi Prékegyesület szervezte, amelynek több csoportja működik a városban. Céljuk, hogy újabb és újabb generációkkal szerettessék meg ezt a táncot. Diákjaiknak ez az ünnepség jó alkalom volt arra, hogy bemutathassák tudásukat. A gyerekeket mindenképpen meg akartuk ajándékozni egy kicsit a télapó alkalmából, illetve a kezdőink így meg tudják mutatni a szüléknek azt, hogy hol tartanak, mit csinálnak, mit értünk el velük ebbe a 3 hónapba. Ez egy ilyen kis közösségépítő megmozdulás tulajdonképpen. A keddi program során barátságos párbajt vívtak egymással a résztvevők. A fiatalok igen komolyan készültek erre az eseményre az elmúlt hetekben. A nagy része ott kezdő szeptemberben kezdték el, úgyhogy próbáltuk kicsit ezt a pábor feelinget megtanítani nekik, illetve hogy szokják, úgyhogy az elmúlt hetekben párbajoztak végig, az elmúlt 2 hétben. Igazából ezzel próbáljuk őket készíteni, hogy ne ijedjenek meg, amikor egy ilyen helyzetbe belekerülnek. Bár sok a fiatal táncos, többen közülük meglepő módon már évek óta űzik ezt a mozgásformát. Számukra ez egy olyan hobbi, amely a folyamatos tanulásról szól, ezért mindig keresik az új elemeket, fejlődési lehetőségeket. Igazából szoktam YouTube-ról is nézni, van egy csomó úgymond oktató videó, vagy csak simán kinézem a versenyeket, nézem, és közben új, ez nagyon jó, akkor kinézem, lelassítom, megpróbálom megcsinálni. De persze az edzők is sokat segítenek ezekbe az új, úgymond move-okba, de akik itt edzenek csak szabadon, azok is nagyon sokat tudnak, meg egymástól is nézzük. A gyerekek körében népszerű a break, a szülők is szívesen járatják órákra a gyerekeiket. Évről évre azt látom, hogy egyre ügyesebb lesz a fiúról tudok nyilatkozni. A lány még csak most kezdte, de hát azért elég nehéz fizikailag megterhelő, így megtartani magát az embernek, tehát ott még nincs meg, az izomzat nem alakult ki úgy, de ügyesednek, az látszik mindenképpen. A programon közel 60 fiatal vett részt, így bemutatkoztak a szervező Badirak Pécsi Break Egyesületnek a városban, illetve Cserkuton tevékenykedő csoportjai, de eljöttek a PSN ZRT brékesei, illetve edzőik, oktatóik is. 15 éve adják át a zene és irodalom szeretetét a gyerekeknek a Tamás Éva játéktára tagjai. A kerek évforduló kapcsán vasárnap délután a pécsi adventi vásárban nagyszabású koncerttel is készülnek. Stábunk az egyik próbáján látogatta meg a zenekart. Hálás kis szívem, megvan mindenem, élet és nevetés, nap mint nap szeretés, hálás a kis szívem. Ez a dal is elhangzik majd a Tamás Éva játéktára 15. jubileumi koncertjén, melyre gőzerővel készülnek nem csak a zenekar jelenlegi, de régi tagjai is. A 2007 óta fennálló együttesben ugyanis több muzsikus is megfordult, és csak nem 900 koncerten, valamint 2700 gyerekfoglalkozáson vannak túl. A zenekar frontembere Tamás Éva már a megalapítást megelőzően is foglalkozott kicsikkel, a minőségi és interaktív gyerekkoncertről való elképzelését azonban csak saját formációjával és élőzenével tudta igazán megvalósítani. Az interaktív koncerteknek egy olyan újfajta egyedi stílusát tudtuk kialakítani, ami akkor még egyáltalán nem volt jellemző. Ezt abból tudom, hogy eleinte a szülők nagyon furcsán néztek rám, amikor azt kértem, hogy ők is álljanak be a játékba. Hogy mi nem csak a gyerekekkel játszunk, hanem velük is játszunk. A kezdetek óta Bogárdi Aliz is meghatározó tagja a játéktárnak, nem csak zenészként, de zeneszerzőként is folyamatosan részt vesz abban az alkotói munkában, melynek eredményeképp mintegy 100 színvonalos gyerekdal született meg. Szerintem nincs olyan, hogy gyerekvers, meg gyerekzene, hanem zene van, meg vers, és a gyerek attól, hogy kicsi, attól őt még ugyanúgy meg kell tisztelni, sőt, tudnunk kell, hogy ő esetleg még olyan régióit is éli a szellemi világnak, amit lehet, hogy mi már nem vagy kevésbé, vagy csak darabokban. A Tamás Éva játéktára jubileumi koncertjét december 11-én délután 5 órakor tartja a pécsi adventi vásárban, melyre kicsiket és nagyokat egyaránt nagy szeretettel várnak. Folytatódik a pécsi advent program sorozata, ezúttal a családokat és főként a gyerekeket várják december 10-én a Zsolnai negyed Herkules műhelyébe. Az egésznapos karácsonyváró rendezvényen számos ünnephez kapcsolódó foglalkozást kínálnak az érdeklődőknek, melyek mindenki számára ingyenesek.
10 órától egészen 5 óráig lesznek ezek az ingyenes foglalkozások. Lesz mézes kalács díszítés, lesz karácsonyi díszkészítés, játszóház, Tamás Éva és Tóth Álmos kedvenc karácsonyi dalait hozza el, lesz közös daltanulás, játék, mese, tánc, úgyhogy érdemes ellátogatni. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon érkezik térségünkbe, esőre is számítanunk kell. A hőmérséklet napközben 6 fok körül alakul. Vasárnap havas esőre figyelmeztetnek a meteorológusok, viharos szél várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 fok lehet. Önök a Pécs TV heti hír összefoglalóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk majd. Viszontlátásra!